Az Atya, Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves Donát, kedves Robcsi, elérkezett a nap, amikor először veszitek Jézust magatokhoz, a kenyér és a bor színe alatt, amikor elsajnozók lesztek. Azt tudjuk, hogy keresztségünk óta vagyunk Jézussal kapcsolatban, mint jó barátok. Kereszteléseteknél egykor mások gyújtották meg a ti gyertyáitokat. Ma ti tartjátok itt a ti elsajlozói gyertyáitokat. Ez kifejezi, hogy Jézussal kötött barátságotokat el akarjátok mélyíteni a mai napon. Az ő fényességét, az ő világosságát akarjátok sugározni. Kedves szülők, kedves testvérek! Hittamból tanultuk, hogy az édesanyák odavitték gyermekeiket Jézushoz, hogy tegye rájuk a kezét, és áldja meg őket. Most arra kérlek, kedves szülők, titeket, mielőtt gyermekeitek első szentáldozáshoz járulnak, áldjátok meg őket, imádkozzatok értük és velük, hogy Jézust mindig szeressék, és mindig jó gyermekei lehessenek. Arra kérlek, mondjátok utánam az áldás szavait, kezeteket gyermekeitek fölé tárva. Örök Atya Isten, Örök Atya Isten, te adtad nekem gyermekemet, hogy a te akaratod szerint felneveljem. Te felhatalmaztál engem, hogy a te szent nevedben megáldjam őt. Ebben a szent órában áldásomat adom gyermekemre. Áldás szálljon fejére, és kísérje lépteit. Áldjon meg, kedves gyermekem, a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Szálljon rád az ő áldása, most és egész életeden keresztül. Ámen. Kedves testvérek! Mindannyian újra meg újra megújítjuk a Jézussal kötött szövetségünket. Újra meg újra az ő barátai szeretnénk lenni. Most szentmisénk elején, amelyet János atyáért és elhunyt lelkipásztorokért, kis Gáborért, szülőkért, nagyszülőkért, hálaadásul a szűzanyának, édesapáért és édesanyáért és 8 testvéréért, különösképpen az első áldozókért ajánlok. Tekintsünk szívünk, lelkünk mélyére, és bánjuk meg bűneinket, emberi gyarlóságainkat. Könyörögjünk! Mennyei Atyánk,
Te szeretsz bennünket, és mindegyikünket név szerint ismersz. Tudod azt is, hogy jobban érezzük magunkat, ha van egy igazi jó barátunk. Ezért ajándékoztad nekünk egy szülött fiadat, Jézus Krisztust, aki hű barátunk, aki bennünket kézen fogva vezet. Ma a szent áldozásban egészen különös módon is összekapcsolódunk vele, hogy készséges szívvel fogadjuk ajándékodat, és annak megfelelően is éljünk, Jézus Krisztus, a mi Urunk által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Thank you.
Abban az időben Jézus ezt mondta tanítványaival. Azokban a napokban, amikor a gyötrelem véget ért, a nap elsötétedik, a holdnak a világosságot, a csillagok megrólalnak az égről, és a mindenséget összetartja a bőrnek. Akkor majd megváltozik az ember fiát, ahogy eljön a felhőkben, nagy hatalommal és dicsőségben. Szétköti angyalait és összegyűjti választottait a világ népájából, a föld szívéről, a fény határáig. Vegyetek példát a fiúságból. Amikor már földre érkezik és levelet hajt, tudjátok, hogy közel van a nap. Így ti is, amikor látjátok, hogy ez egy dolog bekövetkeznek, tudjátok meg, hogy közel van már az ajtó elé. Bizony mondom nektek, nem múlik el ez a napszeré, míg mindezek nem bekövetkeznek. Ég és föld elmúlna, de az én ígém soha nem múlna. Ám azt a napot vagyok rá, semmi sem tudja. Sem az én angyalai, sem a fiú, hanem egyedül az Atya. Ezek az evangélium. Az evangélium tanítása legyen sokkal mélyebben bennünk, és igazán tudom, hogy talán eddig így is úgy voltatok, hogy Jézus sem jól elfogadott. Hogy Jézus a legjobb magát. Na mai napon, ezt szeretném egy picit mélyebben hívni, hogy ne csak a barátság szintén maradjunk, hanem amit ő eddig is barátként élt meg velünk, azt mondom, hogy kérdészítsük. Hogy tegyük oda mi is, ami őszinteségünk, ami kedvességünk, ráfigyelésünk. És ahogyan
fél órával ezelőtt a szentolvasásban elmondtátok őszintén, hogy melyek azok a dolgok, amelyek ezt a barátságot talán sokszor megrombítják. Jézus arra hívja meg, hogy minden nap ezt merjük meg. Minden nap lehet elmondani, hogy Uram, köszönöm nekem a barátságot. Köszönöm, hogy talán sokszor ilyen és olyan vagyok, de te mégis a barátom maradsz. Nem mondod nekem azt, hogy jó véget ért a barátság. Még ha én is próbáljuk és rossz dolgokat is teszek, te akkor is azt mondod, hogy igen, én megmentem a barátságot. És amikor majd először beszélek a kenyér és a porszínálnak magatokhoz, akkor egy ilyen láthatatlan, kegyelmű köntöstök vált. Ez a fehér ruhám látszik, az egy külső jelent. A belső világosságokat, azt viszont még nem látjuk. Most a legtöbbet rögtön azt mondaná a templomban, hogy egy előbben látjuk, olyan volt az angol. De csak gókoljuk. Amikor Jézus mondja, hogy igen, látom a te igazi világosságot. És ezt a világosságunknak olyan hogy lehet részt az embernek. Hát teszünk egy ilyen kis foszforeszkáló glóriát, és akkor a sugárzó, hogy milyen világosak vagyunk. Tudom, hogy te vettem, én látom azt a jelenet. Robcsi, még nagyon gondolom. De te már mondanád is, hogy nekem most kapcsoljuk vele, hogy jó. A tetteink. Ahogy a viselkedünk másokkal szemben. Ahogy a viselkedünk egymással szemben. Az adja meg a mi igazi világosságunkat. És akkor fogja azt mondani, hogy igen, látom, ilyen domány gyerek nem csak kisebb nagyobb hülyeségekre képes, de nem csak végig szeret aludni, hanem tudnak és akarnak egy kicsit közelülni azon, hogy jobb legyen a világ. Tudnak többet segíteni otthon, tudnak az iskolában is bírva nem szólják szemeszként a dolgaikat, mindig fölkészülnek az iskolában, mindig eljönnek a szentségre, amit akarnak Jézussal találkozni. Még akkor is esetleg, hogy valójuk a korábban van. De igen, minden nap jelen van az, hogy én jól akarok lenni. Nem azért, hogy akkor mit fogok kapni a járvényi barnyájától. Hanem azért, hogy nem egyébként is van nekem egy tartásom, és azt mondom, hogy igen, én itt mondtam, hogy én valóban Jézussal barát akarok lenni. És amikor ezt a gyertelt megtudjuk, és ellene gondolunk a gonosz életnek, és megvalljuk a hitünket, akkor ezt fejezzük ki. És a magyar ember azt mondja, hogy az adott szó, az kötelez. Ha én valamit valakinek megígérek, akkor azt igyekszem betartani. Még inkább akkor, ha azt Isten Jézusnak a legjobb barátomnak akarom megígérni. Énekeljük Szent is elején, hogy szabad az jobban érthető. Hát néha úgy érezzük, hogy nem értjük egészen Jézus mit kíván tőlünk. Jézus miért mondja azt, hogy ne beszéljek csak. Jézus miért mondja azt, hogy ne merekedjél csak, hogy összevisz. Jézus miért mondja azt, hogy helyre fel maradjon. Feküdjék le végébe. Jézus miért mondja azt, hogy merjél imádkozni. Jézus miért mondja azt, hogy az örök életre hívjál. Mert a lehet, hogy nem volt akar. Nem azt, aki bekapcsolható glóriát, hanem azt a glóriát, amelyet valóban megértünk. A szépen így, ami fölöttünk. És ki ezen az úton egy újabb lépést tesznek. És arra hívnak meg, hogy merjétek érteni Jézusnak a szavát. Ne féljetek attól, hogy esetleg olykor-olykor olyat kell tőletek, ami azt mondja, hogy jaj, ez most nem. Most jön az adventi időpont. És Jézus azt mondja, hogy a tovább, hogy
dolgokon vagyunk múlva. Nem az, hogy fél napon kell felkelni, hanem az, hogy mennyi időn lesz még egész nap, ami alatt jutott érhet másokat. Kedves testvérek, mai napon egyházon Szent Erzsébetet állítja elő, mint a szegények Krisztus keresztjét hordozó embernek a példája. Szent Erzsébet, aki 24 évet élt a Földön, de megmutatta igen azt a rövid időt is, jól lehet használni, ha igazán odafigyelek Jézusra. És a mi feladatom, Tápió Szöcsi Egyházközség feladata, hogy merjük ezeket a fiatalokat támogatni. Legyenek nekik az Úristennel talán, hogy olyan példát éljünk elén, ami valóban követhető és követhető. De ne csak a frázisokat akarunk elmondani neki, hanem valóban látszódik meg az életünkben, hogy egy picivel többet tudunk lenni, mint ami sokszor jelentik. És keseredhetünk azon, hogy jaj, csak két elsvágozó volt ebben az évben, tehát őszöcsét. Ne keseredjünk. Na, adjunk hálát azért a kettő, hogy legalább az a kettő van. És imádkozunk azért, hogy valóban úgy éljük, hogy másoknak is legyen kedvenc által Jézushoz kapcsolódni. Mások is legyenek Jézusnak baráti kezet nyújtani. És mielőtt itt vagyunk, napról nap újra meg újra merjünk baráti kezet nyújtani neki és egymást. Mert csak akkor fog megváltozni a világon, ha egy picit belőle optimistán gondolunk. Nem keserű, hogy csak tettem magam, hanem hálát adom mindennek. És valóban tenni azért, hogy mások is meghallják ezt a szót, hogy igen, én hívlak téged, és a barátommal akarok tenni. Kedves Donát, kedves Sorcsi, nagy feladat, hogy hívom egy Jézus titeket. De nem vagyok egyedül ezen az úton. Ő veletek van, mi veletek vagyunk, és ti is, mellettek önmagatokkal lenni. Nem csak önmagatok legjobb barátai, aki nem akar sose veszik a másiknak, tehát magának sem, hanem igazán, mert valami újat áll. Nem csak a glóriát nézélek, hogy megjelent törvenül, beállítva a hajadat, hanem igen, észrevenni azt, hogy ezért az emberért ma hálát adom az Istenre. És megköszönni azt, hogy tükörben újra megnézhetem magam. És este, amikor lefekszek, tudom ezt, hogy igen, a mai napnak is vége lett, és újulhatom, igen. És ezek az életapról van dolgok. Nem kell iszonyú nagy dolgokat tenni. Majd ha Jézus hív, akkor úgyis megérted veletek, hogy mi az, ami neki. Most csak egyszerűen mellettek az ő barátaikra, gyermekként, fiatalként, keresztényként, elsajnozóként, és hogy ez ne csak egy ilyen valóságnak tűnő gondolat legyen, hanem mellettek valóban beszélünk kérünk, most átadom nektek a gyerekjátokat, és kedves testvérek, mindjártok a harmadjának meg, hogy velük együtt valljuk meg a mi hitünket, és mondjuk el, hogy hosszú kedves első áldozó, keresztségetek óta az egyház közösségébe tartoztok. Akkor helyettetek, szüleitek és keresztszüleitek tettek ígéretet. Ma ezt nektek kell megújítani. Nektek kell kifejeznetek, hogy Istennek, a mennyei atyának gyermekeiként akartok élni. Ezért kérdezlek benneteket, ellene mondatok-e az ördögnek? Ellene. És minden cselekedetének,
és minden csábításának. Hisztek el mindenható Atya Istenben, a mennyi és a föld teremtőjében. Hisztek el Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki Szűz Máriától született, meghalt és eltemették, de feltámadt a halálból, és dicsőségesen uralkodik az Atya jobbján. Hisztek-e a Szentlélekben, a katolikus anyaszent egyházban, a szentek közösségében, a bűnök bocsánatában, a test feltámadásában és az örök életben? A mindenható Atya Isten, a mi Urunk Jézus Krisztus Atya, aki új életet adott nekünk vízből és Szentlélekből, és megbocsátotta bűneinket, őrizzen meg minket kegyelmével, a mi Urunkban, Jézus Krisztusban, az örök életre. Jézus Krisztus, te mindig barátja voltál azoknak, akiknek szükségük volt rád. A mi barátunk is akarsz lenni. Egy igazi barátra mindent rá lehet bízni, ezért kéréseinkkel most te hozzád fordulunk. Jézus, néha megfelelkezünk róla, hogy más barátok fontosabbnak tartunk mellett. Akkor is légy velünk is az, hogy meg ne felelkezünk róla. Hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jézus, add meg nekünk, hogy veled, jó barátnak, mindig együtt és közelemmel mindig örömmel fogadunk. Hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jézus, add nekünk mindig igazi jó barátokat, akikkel együtt szolgálhatunk téged. Hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jézus, segíts, hogy veled való barátságunk mindig tartós legyen, és vasárnaponként megérjen. Hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Jézus, add ember helyeket, szeretetet megedjük, hogy ígéretelékhez szükségesek vannak. Hallgass meg minket. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei Atyánk, köszönjük, hogy Jézust, mint jó barátot adtad nekünk. Dicsőség és hála legyen neked, most és mindörökkön örökké. Imádkozzatok testvéreim, hogy áldozatunk kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadj el a Úrnak ezekből az áldozatot. Nevének dicséretére és dicsőségére. Mindannyiunk és az egész Anya Szent Egyházának. Kérünk Istenünk, hogy a felségednek bemutatott áldozati adomány szerezze meg nekünk a szívbéli odaadás kegyelmét, és vezessen el az örök életre,
Krisztus, ami Urunk által. Az Úr legyen veletek. Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Mert valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk szentséges Atyán, mindenható örök Isten. Mert úgy szeretted a világot, irgalmas Istenünk, hogy olyan megváltót küldtél nékünk, ki akaratod szerint hozzánk hasonlóan élt a földön, de minden bűn nélkül. Az ő engedelmessége miatt kaptok vissza tőle, amit elvesztettünk az engedetlenség bűne által, hogy azt szerethess bennünk, amit fiadban kedveltél. És ezért mi is az összes angyalokkal és szentekkel együtt, Urunknak vallunk téged, és újjong az engyünk. Valóban szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra, ami Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő, mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szól. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szól. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. És hittel valljuk fel elmarásra, amíg elmegyész. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsen egybe a Szentlélek mindnyájunkat, aki Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben Ferenc pápánkkal, Miklós püspökünkkel, Lajos segédpüspökével, a papsággal és egész megváltott népeddel együtt. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt testvéreinkről,
és mindazokról, akik irgalmadban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő jegyesével, a szent apostolokkal, Szent Erzsébettel és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Jöjjön a jövőre és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten a Szent Lélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökön örökké. Isten szeretete kiáll a szívünkbe a Szent Lélek által, ezért nagy bizalommal így tudunk imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítünknek Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te a mi barátunk akartál maradni, ezért a te békédet hagytad ránk. Azt mondottad, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Kérünk, ne vétkeinket, gyarlóságainkat nézzed, hanem egyházad hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és szeretsz mindörökkön örökké. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. Köszöntsük egymást a béke jelével. Asztalához Jézus az Isten báránya. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékom vagyok, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az élet. Köszönöm.
teljes boldog rába tartsak, amikor nyelvemhez értes vagy. De nyomség pedig a Isten, nem tudod minden foltját, majd örömmünk múlsonnan, mert hozzám és sajtadni. Kényelmet mozgja, szín alá, megkül az Isten formát. Egy Isten vártál el, a színen mondom rá, te Isten hát még várom, színen mozgatunk nyilván. Állj, akkor, hiszed, állom, szeresd is várják. Testvérek, templomunk liturgikus rendje az előttünk álló héten, ma este 7 órakor is lesz Szent Húse. Szerdán este 6 órakor a boldogságos Szűz Mária bemutatása a templomban lesz Szent Húsén. Csütörtökön Szent Cecília Szűz és Vértanú emléknapja, este 6 órakor a Szent Húsét Ferenci József, felesége Ferenci Anna lelki üdvéért ajánlom fel. Jövő szombaton délután 5 órakor a Szent Misét Berecki József, Matúz József és szülei lelki üdvéért ajánlom fel. Jövő vasárnap, Krisztus Király vasárnapja, évközi idő utolsó vasárnapja, délelőtt 11 órai Szent Misét hálaadásul a Jóistennek ajánlom fel. Majd este 7 órakor is lesz Szent Misénk. Amint azt már jeleztük, a mai Szent Misék perse adományait a Caritas javára ajánljuk föl. Jövő szombaton a Nemzetközi Eukarisztikus Kongresszusra való készület jegyében csatlakozunk a világméretű szentségimádáshoz. A szentségimádási alkalom itt Tápió Szecsőn délután 4 órakor kezdődik. Kérjük és lehetőség, hozhatunk magunkkal személyes imákat, amelyeket szeretnénk elmondani, felolvasni. Vezetett szentségimádási rész is lesz. Jöjjünk minél többen és dicsőítsük, imádjuk együtt az Urat. Hálát adunk a Jóistennek azért a két fiúért, olykor-olykor elevenkedünk, pappal együtt ügyetek. Nem csak a fiúk elevenek, azért én is tudok eleven lenni, de Jézussal ma megerősítettük a barátságunkat. Együtt lehettünk rokonainkkal, barátainkkal, és Jézus örömhírét hallottuk, hogy ő továbbra is a mi barátunk akar lenni. Kívánom nektek, hogy valóban ez a barátság legyen ott a ti szívetekben, nem csak az első áldozók szívében, hanem mindannyiunk szívében is. Ők magukhoz vették először Jézust. Egyben közösen feladatot is kaptunk, hogy egész életünket az ő tanításának fényében éljük, mert a barátság az kötelez minket. Hogy ezt valóban így tudjuk megélni, most erre kérjük együtt az ő áldását. Az Úr legyen veletek!
áldjon és őrizzen meg titeket a mindenható és szerető Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. A szentmise áldozatot bemutattuk, menjünk békével, szolgálva Istent és embertársainkat szeretetben. Istennek.